Itt a híradó, köszöntöm Önöket! A Klebelsberg intézményfenntartó központ helyett 2017. január 1-től a tankerületi központok látják majd el az oktatási intézmények fenntartói és működtetői feladatait. Az országban 58 tankerületi központot alakítanak ki, ebből 3 van Veszprém megyében. A pápai tankerületi központhoz tartozik ezentúl az ajkai és a devecseri tankerület szervezete is. Változás az iskolák életében, hogy a Klebelsberg intézményfenntartó központ helyébe tankerületi központok lépnek. 2017. január 1-től a pápai tankerületi központ fogja ellátni a korábban a pápai, devecseri és ajkai tankerületekhez tartozó intézmények fenntartói, működtetői feladatait. Ez az új szervezeti struktúra egy sokkal átláthatóbb, rugalmasabb és egy jobban irányított rendszer, kiszámíthatóbb lesz a köznevelési intézmények működtetése vonatkozásában. Önálló költségvetési szervként fog megalakulni. Gyakorlatilag annyit jelent, hogy a döntéshozatalok közelebb kerültek az intézményekhez. Egyházi Andrea látja el a pápai, a devecseri és az ajkai tankerület igazgatói feladatait. Elmondta, hogy jelenleg az átszervezés zajlik, kialakítják a tankerületi központot. Szervezeti köznevelési intézmények feladatait vesszük át, tovább előkészítjük azokat a feladatokat, amivel január 1-től az önkormányzatoktól átvesszük a működtetői feladatköröket is. Egyházi Andrea elmondta azt is, hogy a tankerületben nem lesznek változások igazgatók tekintetében. Figyeltek arra is, hogy az átszervezési folyamat ne befolyásolja a szükséges feladatokat. A tankerület által működtetett intézményekben többek közt elvégezték a parkettacsiszolást, a nyílászárók cseréjét, javítását, festést, vízes blokkok felújítását. Kiemelném egyébként a munkálatok közül a Pápai Erkel Ferenc iskolában, ahol a lépcsőháznak a lambériázása történt meg a nyár során, valamint a Tür István gimnázium tantermének a felújítása, parkettázása történt meg. A Vajda Márta egymi iskolánkban a tornateremnek a teljes padozatcseréje történik, illetve a kazán felújítása. Ezen munkálatok még most is zajlanak, folyamatban vannak. A nyár során néhány iskolában, mint például Mezőlakon és Pápakovácsiban informatikai fejlesztéseket is végeztek. A pápai gróf Eszterházy Károly Múzeum több pályázaton is sikeresen szerepelt az elmúlt hónapokban. Ennek köszönhetően programokban gazdag lesz a következő időszak is. Számos rendezvénnyel, tanfolyammal várják az érdeklődőket, de lesznek múzeumpedagógiai foglalkozások is a járás általános iskolásai számára. Mindezek mellett természetesen a hagyományos programsorozatok is folytatódnak, mint például a régészeti mozaik és a régi ház körül elnevezésű tematikus alkalmak. Egy rendkívül sikeres pályázati fél évet tudhatunk magunk mögött, mondta dr. Nagyel István igazgató a sajtótájékoztatón. A pápai gróf Eszterházy Károly Múzeum 7 pályázaton szerepelt sikerrel, összesen 8.168.000 forint támogatást nyert el az intézmény. Ebből 4 a Nemzeti Kulturális Alaphoz tartozott, ebből finanszírozták a májusi Firokonf régészeti konferenciát, de az alapból nyertek forrást tervásatásokra és 2 római villa kutatására, valamint kutatási eredmények ismertetésére. Emellett az MKA támogatta a múzeumok éjszakájának programjait is. Egy másik sikeres pályázat volt a Kubinyi Ágoston program, melyen 3,5 millió forintot nyert el a múzeum. Azt a helyiséget újítják fel ebből az összegből, ahol a lójárgányos mángorló áll. Ebből a támogatásból a lójárgányos mángorlónak az első ütemét, amit meg tudunk valósítani, ez nem magáról a lójárgányos mangorról, hanem a helységről, a helységnek a rendbetételéről szól. Emis pályázat ez is, épp úgy, mint a járás székhelyi múzeumok számára hirdetett másik pályázat. 3.363.000 forintot nyertünk múzeumpedagógiai programok megvalósítására, és nem véletlenül mondtam, hogy járás székhelyi, hiszen a pályázat kiírása az arról szólt, hogy az egész járásra vonatkoztatva kell ezt a pályázatot megvalósítani. 3 szakmai tartalmat határoztak meg a múzeum munkatársai ebben a projektben. Lesz ingyenes papírvesző tanfolyam,
komplex régészeti kutatás, valamint a járás összes általános iskolájába eljut két múzeumpedagógiai foglalkozás. Az alsósoknak a terveink szerint a néprajz, a felsősöknek pedig a régészet. Szintén pályázati forrásból valósul meg a múzeumok őszi fesztiválja városunkban, számos érdekes programmal. Október 1-én indul a rendezvény sorozat főtéri családi nappal. 100 000 forint értékben két játszószőnyeget kapott a Nátuskerti óvoda. A Cargill Takarmány ZRT 9. alkalommal adományoz a társadalmi felelősségvállalás programjuk keretében. Az értékes ajándékon felül az intézmény 103 kisgyermekét tornazsákkal és apró ajándékokkal lepték meg. Az átadáson a cég képviselője és a városi óvodák vezetője is ott volt. Egy személyes találkozás alkalmával a Tókertvárosi Napok főzőversenyén merült fel az igény, hogy a Nátuskerti óvodának játszószőnyegre lenne szüksége. Az elhasználódottak helyére tegnap délelőtt két kör alakú, nagyméretű szőnyeg kerülhetett a helyi takarmánykeverő cég jóvoltából. Nekünk óriási érték, óriási adomány, amit szeretnénk is megköszönni. Mivel a hozzánk járó gyermekek lételeme a játék, ezért azt gondoltuk, hogy ebből a 100 000 forint értékű adományból hatalmas kör alakú játszószőnyegeket vásárolnánk, mivel a gyermekek játéktevékenységét színesíteni, gazdagítani tudnánk. Kiemelkedően szempont volt, hogy a gyermekek létszámához igazodó szőnyeget tudjunk vásárolni, ahol a napi tevékenységeket változatos formában végezhetik. Két csoportunk kapta meg, a Margaréta csoport és a Buzavirágcsoport. Az óvodának fontos, hogy az odajáró gyermekeket szép, esztétikus környezetben fogadják. Ezt csoportszobáik bútorzatával is szeretnék kifejezni. A következő lépés azok cseréje lesz, tette hozzá a tagóvoda vezető. Az adományozó Cargill cég évek óta részes egy társadalmi felelősségvállalás programnak, aminek keretében anyagi segítséget tudnak nyújtani. Nekünk az a megtiszteltetés jutott az idei évben, hogy mivel tavaly a társadalmi felelősségvállalásból, tehát nagyon szép eredményt ért el Pápa, illetve jól dolgozott a csapat, ezért 200 000 forintot kaptunk még pluszba, és az 500 000, tehát 700 000 forinttal gazdálkodhatunk az idén. És hát nagyon remélem, hogy tényleg oda jutnak ezek az összegek, illetve a támogatások, ahol szükség van rá. A Nátuskerti óvoda két játszószőnyegét már birtokba vették a gyerekek. Az adományozó cég az óvoda minden gyermekének plusz ajándékot is vitt. Egy tornazsákba színezők és keksz került. Két bank, egy gazdasági társaság és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közösen ösztöndíjpályázatot hirdetett az idei tanévre az általános iskola második és harmadik osztályos tanulói számára 15 magyarországi városban. A települések között ott szerepel Pápa is. Az ösztöndíjpályázat részleteiről Nagy István, a Gyermekmentő Szolgálat pápai csoportjának vezetője adott tájékoztatást. Nagyon örülnek annak, hogy Pápa bekerült a közé a 15 város közé, amelyek részt vehetnek az ösztöndíjpályázatban, mondta el a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pápai csoportjának vezetője. Pápa már több mint 10 éve számítógépes kubja van a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak, ahol a gyerekek délutánonként felügyelet alatt tölthetik el az idejüket, és most egy pályázat segítségében is megpróbál segíteni a gyerekeknek. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Magyar Kereskedelmi Bank ZRT, a Magyar Nemzeti Bank és a Waberer Szemerei Logisztika Kft. Egy közös ösztöndíjpályázatot hirdetett a 2016-os 17-es tanévre az általános iskolák második és harmadik osztályos tanulói számára. A pályázatban azok a diákok vehetnek részt, akik jelenleg a második és harmadik osztályba járnak. A tavalyi bizonyítványuk kitűnő volt, jeles, illetve példás. A mostani másodikosoknál értelemszerűen elsősként majd ez a tavalyi szöveges értékelésben fog kitűnni, de a magatartás és a szorgalomjegyek ugyanúgy beleszámítanak, tehát egy kitűnő bizonyítvány kell. A következő kritérium, hogy a családban az egyfőre jutó nettó átlagjövedelem nem érheti el a 46 000 forintot, és a diáknak Pápán kell laknia, vagy Pápa 10 kilométeres körzetében, vagy Pápára kell iskolába járnia. Az országos ösztöndíjpályázat keretében összesen 160 gyermek részesül az előbb elmondott kritériumok megfelelése esetén havi 16 000 forintos támogatásban. A támogatók folyamatos kitűnő tanulmányi eredmény esetén a támogatást egészen a diploma megszerzéséig biztosítják az ösztöndíjra jogosultaknak. Ez egy hatalmas segítség, én úgy gondolom, hiszen 16 000 forint
havi szinten egy olyan család számára, ahol a gyermek tehetséges, szorgalmas, jó magaviseletű, ugyanakkor nehéz anyagi körülmények között él, az egy rendkívül jó segítség, és egy plusz ösztönzés arra, hogy a későbbi évek folyamán is próbáljon mindig és újabb kitűnő bizonyítványokat a szülei elé tenni. Minden pápai iskola kapott egy tájékoztató e-mailt az ösztöndíj pályázatról, és elküldték az intézményeknek a pályázati űrlapot is, mondta el Nagy István. A tévékészülőken keresztül is arra biztatom az iskolákat, hogy akik úgy látják, hogy van ilyen másodikos és harmadik osztályos tanulójuk, azok nyugodtan ragadják meg a lehetőséget, pályázzanak. A beküldési határidő 2016. szeptember 30-a éjfél. Eddig kell a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat budapesti központjába a pályázatoknak megérkezni, postai feladás esetén a képernyőn látható címre. Péntekig még tart a nyár, jöjjön az időjárás jelentés. Csütörtökön sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, északnyugaton megélénkülhet a délies szél. A hajnali 9-16 fokot követően a délutáni órákban 26 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd holnap is a híradót, várjuk Önöket. Viszontlátásra!